Sziasztok! A egyik nézőm írta, hogy mutassak már ilyen sütőben sült burgonya köreteket is. Hát most megmutatom a világ legegyszerűbb köretét, ami úgy néz ki, hogy hát ez most pont ilyen sárga héjú krumpli, mert ez van itthon. Ebből kiválogattam ilyen nagyjából egyforma méretűeket, és ezzel most annyit csinálok, hogy a sütő rácsra berakom, és begyújtom a sütőt, és megsütöm. Egyetlen egy dolgot kell csinálni, így a héját, tehát hogyha így teszem be itt felül, csak egy nagyon picit meg kell vágni. Ezt most jó alaposan kézzel megmostam, tehát nem használtam semmilyen ilyen dörzsis dolgot, hogy ne sérüljön meg a héja, mert hogy a héján belül a saját kis zárt burkába gyönyörű szépen át fog párolódni, és még a héj alatt meg is fog pirulni. És ezt a vágást, ezt azért kell rajta megejteni, mert képzeljétek el, tegnap grilleztünk, és tegnap is csináltam, és hát én ugye már a nagy rutingéz a szakács, hát mondom, a fene se fogja ezt vagdosni, csak bedobom ugye az izébe, hát mondom, mit magyaráznak nekem a régi öregek, vagy magyaráztak, hogy így, meg úgy, meg amúgy csinál, majd én azt tudom. Hát hamar kiderült, hogy miért kell megvágni. Képzeljétek meg, mondjuk ennyiből csak egy, de fölrobbant a sütőbe. De szó szerint, tehát ezt úgy értsétek, hogy és akkor, tehát csak így fogom, és így a sütőrácsra simán így a megvagdosott krumplikat így ráteszem. Ennyi. Tehát nem is teszek alá semmit, aki idegenkedik ettől, én mondjuk nem féltem így a eszközeimet, mert maximum lepucolom, az ne csinálja így. De a lényeg, hogy semmiféle extra dolgot nem csak vele, nem teszem bele fóliába, nem teszem bele semmibe, hanem így fogom, és szépen beteszem a sütőbe, és akkor most kapcsolom be, és ennyi. Szóval a lényeg, hogy fölrobbant a krumpli a sütőbe, képzeljétek el, és hát azt élmény volt utána, ugye sütés után kiszedni belőle. Úgyhogy ennek egy oka van, ugye, hogy a héj az annyira szépen egybe maradt, hogy gondolom ott nyomás keletkezett, és szó szerint szétdurrant, a krumplinak a egyharmada maradt meg. Nem tudom elképzelni, hogy más oka lett volna. Tehát ezt a pici vágás azért kell, mert ott ki tud jönni a felesleges gőz, és szépen megfog. És egyébként a héj alatt olyan gyönyörűen megpirult, hogy úgy kajálták a lányok, hogy most azért csinálok megint, mert most maradt a rostonhúsokból ebédre, és akkor csinálok még egy kanyart, és ugye nem lesz ízesítve, nincs sózva, nincs semmi, úgyhogy csinálok hozzá, vagy hát én most joghurtból, de joghurtból vagy tejfölből teszek bele sót, hoztam be petrezselymet, ezt megvágom finomra, meg egy gereszt fokhagymát szépen belereszelek, és csinálok egy ilyen fokhagymás petrezselymes tejfölt, ilyen kicsit intenzívebben sós ízzel, és ezzel fogjuk majd a krumplit fogyasztani. Ezt most megvágom finomra. És ez a mennyiség, ez csak egy ilyen pici fokhagymát kislukú leszerőn reszelek bele, mert nem akarom, hogy nagyon csípje, mert ugye ez nyers marad, és hát a lányok is, hogy azért megegyék. De egy nagyon pici fokhagymával így meg aromatizálom. Hogyha akarjátok, lehet beletenni borsot is, én most nem teszek bele. Csak a petrezselyem, abból jó bőven, só meg fokhagyma. És ezt fogom szépen, akkor megsül a krumpli, ugye, majd megmutatom akkor ugye a tányéron. Ketté vágjuk, és akár héjastól meg lehet tenni, vagy ki lehet tenni a héjából. És ennyi a kaja. Jó? Azt hiszem ennél egyszerűbb finom sütős krumpli köretet hirtelen nem tudok mutatni. Na, el is készült, tehát semmi dolog nem volt vele. Onnan lehet tudni, hogy picit megnyomjátok a sütőbe, látjátok, és már nyílik is szét, meg ilyen tök puha. Meg ha elkezditek leszedni így óvatosan a héját, látszik, hogy ott a héja alatt már szépen megvan, látjátok? Szépen megvan pirulva a burgonya, de akár így héjasan is, ugyanúgy, mint a steak burgonyát egyébként. Gond nélkül nézzétek meg, szépen szétmegy, még forró. Csak erre szoktunk tenni egy kis öntetet. Aztán csokoládé és palacsinta.
Szóval, ha akarjátok, kiszeditek a héjából, ha akarjátok, nem. Én gond nélkül megeszem. Héjasan is. És egy tök jó kaja. Ha? Ennél egyszerűbben finom szeretet megint csak nehéz csinálni, csak be kell dobni a sütőbe, jó? Na, bátran próbáljátok ki. Jó étvágyat kívánok hozzá. Jó főzést, könnyű kajákat. Sziasztok!